számos kérdés elhangzott. Volt, ami úgy tűnt, hogy egy kicsit meg is lepődtél. Volt, de hát szórakozott. Tehát a férfinak benne kellene lenni a szülőszobában, vagy nem című kérdés, ez egy picit meglepett, de azért helyesek voltak, meg jókat kérdeztek, úgyhogy nem volt vele baj. A szülőszobás kérdés az kicsit meglepett. Tehát ez nem baj, vicces volt. Szeretném kérdezni tőled, hogy szerinted van a helye a férfiaknak a szülőszobám? Hát most ezzel megleptél. Úgyhogy szakmai jártam. Azt a mindenit. Igen, és, mindenre számítottam. Befolyásolja szerinted a férfi-női kapcsolatot? A szülőszoba. Ha bent volt a férje, igen. Attól függ, mit látod. Ugye? Melyik oldalon állt? Nem tudom. Ha rossz oldalon állt, hónapokra... Én benn voltam, igen. Igen. Szorítottam a kezét. Tarts ki, drágám. Járok közönségtálkozóra nem túl sokat, mert nincs rá idő, de ha jó hangulatonak tűnik a rendezvény, ha mondjuk olyan múltja van, mint itt a Katlannak, akkor azért, hogy az ember szívesen jön. Hát nyilván attól függ, hogy ezt kik csinálják, hol csinálják, de ide tök szívesen jöttem. Ezeket a YouTube videókat mindig megkérdezik a végén, hogy mit szóltam meg, hogy az mit változtatott az én karrieremen, persze, de most azért elég sok színű kérdés volt, meg elég sokfajta kérdés. Hát igen, szó van spiritualitásról, ilyenkor közéletről, médiáról, azért ez sok szempontból sok múlik a moderátoron is, hogy őt mi érdekli, vagy merre viszi. Az én esetemben azért az elmúlt 20 évből elég sok mindenről lehet beszélni, meg elég sok témában vagyok úgymond érintett szerintem, amivel szívesen beszélek, úgyhogy jó hangulatú volt, meg én nagyon élveztem. A médiában való utánpótlást mennyire tartod az problémának, hogy nincsenek fiatalok, mint még ezelőtt 10 évvel, illetve aki még fiatal is, az inkább önmagát próbálja megcsinálni, akár internetes fórumokon, bárhol. Szerintem ez egy természetes dolog, hogy megváltozott a felhasználói szokás, a tévépiac fragmentálódik, 110-120 csatorna van, a fiatalok még már inkább YouTube sztárok akarnak lenni, látják a pamputyát, meg a szírmait, és már nem akarnak úgy műsorvezetők lenni. Hát ez egyrészt jó, mert nem kell azon aggódni, hogy a fiatalok lenyomnak minket, kettő, ezt a televízióknak kell megoldani, hogy ha majd mi azt mondjuk, hogy elég vagy nem, akkor kitesznek a helyünkbe. De szerintem mindenhol így van a világon, ez nem egy magyar jelenség. A fiataloknak már szinte büntetés a tévét kell nézni. Interneteznek, snapchateznek, youtubeoznak, instáznak, linkelnek különböző dolgokat a bióba, meg nem tudom. Ez sajnos megváltozott, hát ez a tévéknek is alkalmazkodni kell.